Üdvözlök mindenkit, én Kaktusz vagyok, és itt a Let's Play sorozatunknak a 133. része lesz. A mai videóban itt fogunk ebnél a Villager eltároló rendszernél fogunk egy kicsit építgetni, meg egy picit restonozni is, mivel kitaláltam egy érdekes dolgot, amit megépíthetnénk restonból. Szóval ezt fogjuk megcsinálni, és azt kell tudni erről a helyről, hogy nagyon jól néz ki, és nem fejeztem be, szóval azt hiszem itt az ideje, hogy befejezzük. Az, ami még hátra van, az ez a barlang rész megépíteni, illetve hát egy hidat a tetejére, mivel ezt az egész barlangot azért csináltam, hogy ide be tudjak jönni és fel tudjak oda menni. Viszont jelenleg nem tudok felmenni, mert nincs megépítve. Meg hát eleve ez a barlang sincs megépítve, amit amúgy szerintem ki kéne kicsit bővíteni. Mivel ez, ó, ez itt most így. Ja, jó, nincs itt semmi, azt hiszem, hogy itt valami építés van felett, és azért nem bővítettem ki eddig. De szerintem nem lehet ezt itt csinálni. Menjünk a silk touch-sal, amivel fogy a sima kövünk. Jó, mondjuk azt hiszem, soha nem fog elfogyni. De ettől függetlenül ássuk ki így. És amúgy igen, az előző videóban annyi változást láthatatok, hogy ilyen gyorsításokat csináltam. Ami nem megszokott itt, viszont azért gondoltam, hogy csak gyorsításokat, mivel így hosszabb részeket kapunk, és kaptok több contentet, mert nem tudom, igazából ki tudnám őket vágni, de minek, hogyha ez így extra anyag, videóanyag, amit tudtok nézni, és aki nem akarja nézni, pedig átpörgetheti. Viszont talán az előző részben túl gyors volt a gyorsítás, lehet akkor nem lehetett annyira élvezni. Nem tudom, mert még nem került ki, még csak be van időzítve, szóval én nem láttam a kommentjeiteket, de lehet, hogy egy lassabb gyorsítás fogok mostantól alkalmazni. Hát írjátok le a kommentbe ezzel kapcsolatban, hogy ti mit gondoltok, szerintem, hát nem tudom még jelenleg. Viszont most akkor megint lesz itt egy gyorsítás, ahogy én ezt kiásom. Készen is lennék ezzel a barlang része, és szerintem nagyon jól néz ki. Kicsit ilyen hosszabb hüveket használtam ide, mert nem tudom. Ez így, most így éreztem, hogy ide ilyeneket akarok használni, és nekem tetszik ez az egész átjárás. Még annyit gondoltam dizájnképpen, amit el is felejtettem berakni. Mindegy, most berakom gyorsan. Hozok tölgyfát, amúgy rengeteg tölgyfánk van. Szóval nézzétek meg, hogy itt van, tele van ez az egész láda. Illetve, hát amúgy itt is tele vannak így a ládák, hát így van néhány stack így bebeszúrogatva. Itt is van jó pár stack, itt is van. Szóval, ez annak köszönhető, hogy egy csomószor itt csak így feljövök és kivágom azt a hátsó ilyen fafarmot. Majd visszaültetem nyilván. Szóval ezt elég gyakran megteszem, és így egy idő után rengeteg fa összegyűlt itt. Szóval ez mindenképp egy jó dolog, mert nem tudom, én nem szeretek túlzottan... ez Minecraft zene, ezt jó hallom? Igen, van zene. Jó, mondani, ezt kikapcsolom, vagy nem tudom, majd lehet egyszer bekapcsolom ilyen nosztalgiázásképpen, mert így kezdtem a Minecraftot egy zenével, és kicsit ilyen nosztalgikus hangulat jött rám most is. Szóval... általában ezt a fafarmot kiszoktam vágni, és ennek hatására... hát... rengeteg fánk gyűjt össze.
És ez jó, mert a fafarmolás az nincs automatikus verzióban, így a Minecraftban még. Szóval emiatt hát nem szeretem túlzottan, mert azt mindig manuálisan kell végezni, de hogyha van rengeteg, akkor nem kell manuálisan végezni, szóval ez itt tök jó. Igazából most itt csak itt teljesen spontán dizájnolgattam ide kicsit ezzel a farönkkel, és hát igen, beépítettem ide egy farönköt. Azt, hogy pontosan ennek mi értelme van, azt nem tudom, de így beépítettem egy ilyen, nem tudom miért. Hogy ilyen farönk. Most komolyan fogalmam nincsen. Lehet, hogy a végére rakatnánk, mondjuk így. Egy ilyen spruce trapdoor. Nem tudom, hogy miért használok ennyi spruce trapdoor, de tetszik, ahogy kinéz, szóval használom egy csomót. Jó, ezt itt most ideépítettem, hát nem tudom, itt hagyom, mert legalább valami különleges, valami más. Nem ez a megszokott dizájn, amit mindenhova csinálok. Ez egy kicsit probléma amúgy egy Let's Play világon, mert hogy ugyanazt a dizájnt rakom össze-vissza mindig. Viszont most szerintem, nem tudom, kezdek így már kicsit kinyílni talán, hogy így mindenfélét építek, nem csak ugyanezt a négy köves dizájnt, meg ezt a leveleket rakok mindenhova, igen, ezt már kicsit kezdem felülmúlni. Na, minden esetre csináljuk tovább a utat oda befele abba a nagy területre. Itt egy picit tovább építettem az utat ide befele, és most jön az a kis redstone, amit terveztem, hogy ide meg fogok építeni. Azt szeretném, hogy egy ilyen lépcső, hát ez a három cobblestone, pont erre gondoltam, erre a háromra, nyíljanak ide ki nekem. Egy ilyen, ugyanúgy egy ilyen titkos, záras, ilyen item bedobós technológiával. Nem tudom ugye, hogy ez miért lenne jó, de én nem tudom, én ezt szeretném. Mert nekem ez tetszik, vagy én komolyan nem tudom már amúgy miért akarom mindig ezt csinálni. De tetszik, viszont én úgy fogom megcsinálni ezt, itt picit át kell majd alakítani a területet, hogy aha, itt pedig kőtéglának kell majd, hogy legyen. Ez kicsit feltűnő lesz. Nem tudom. Majd megoldjuk, hogy ne legyen az. És az lenne ezzel az egésszel a tervem, hogy ez itt lépcső lesz. Viszont úgy lesz a lépcső, hogy ezek is lépcsők lesznek, emiatt, hogyha ide kitolódnak, akkor fognak csak lépcső alakúak lenni, és hogyha befele tolódnak, akkor pedig ilyen sarok lépcsők lesznek. Emiatt. Szóval ezek is majd lépcsők lesznek, és akkor így kicsit el lesz deformálva az egész, amikor kitolódik, meg amikor betolódik hozzánk. Szóval ez egy érdekes dizájn, várjunk csak, ez nem is jó, mivel ja, de van kőtég. Valamiért azt hittem egy pillanat, hogy nincs kőtég a lépcső. Nem tudom, ez egy érdekes dolog tőlem. Jó, ezt innen kiütjük. És most megcsinálom nektek gyorsan, vagy megmutatom nektek, hogy mire gondolok. Ezt amúgy Mambo Jumbo-nál láttam ezt ötletet, tehát valószínűleg nem ő találta ki, csak hogy őnál láttam először. Emiatt ő tulajdonképpen így az ötlet gazdája ennek a redstone szerkezetnek, amit ideépítek. Jó, hát nem ő találta ki, de értitek, az a lényeg. És úgy terveztem, hogy ezeket a köveket kicserélem lépcsőre így. És hát amikor, és hát mellette elő cobblestone-t is. És amikor ez kitolódik, akkor ebből a sarok lépcsőből ilyen lépcső lesz. Jó, igen, igen. Erre gondoltam. És ez szerintem egy tök király dolog, mert amikor pedig visszahúzódik, akkor megint ilyen sarok lépcső lesz. Szóval ez egy tök érdekes dizájn. Mármint az én véleményem szerint ez az. És most ezt kicsit szétbontom ezt a falat, és először is beépítem magukat a pisztonokat, mármint igen, igen, ide kell majd beépíteni a pisztonokat. És hát most megint egy ilyen resztónozós gyorsítás fog következni.
Na, íme itt a design, jó, mondjuk most még csak egy karral van megoldva, de ahogy így kinyílik, látjátok, hogy így simából teljes mértékben egybe jön a fallal, viszont amint kinyílik, egy lépcső lesz belőle, mert ezek is lépcsőblokkok. És ez szerintem egy tök király design, mondjuk oda. Jaj, mindegy. Ide egy követ inkább berakok, mert nem akarom, hogy a piszton azért oldalról látszódjon. És ez egy jó design. Mint az én véleményem szerint egy érdekes ilyen kitaláció. Nem tudom, kinek jutott ez eszébe, de tök ügyes volt, tökre. Gratulálok neki, vagy nem is tudom. És ezt inkább eszek. Ezt akarom valahogy úgy megoldani, hogy nem egy karral, hanem mondjuk egy item bedobásával. Mondjuk, hogy ide bedobok egy itemet, és akkor nem tudom. Vagy lehet, nem úgy kéne, lehet csak egy sima gomnyomással kéne. Csak hogyha meg gomnyomásra csináljuk, akkor pedig az lesz a probléma, hogy lehet, hogy túl rövid lesz, és leesünk közbe. Ezt innen kiütem, és megnézzük, hogy mi a helyzet. Hát igen, ez itt túl rövid. Szóval kéne egy ilyen item meghosszabbító, ami Pulse Extender névre hallgat. És az pedig, az komperátorokkal kell csinálni. Értem. És amúgy egészen el van rejtve maga a gomb is, szóval végül is igazából nem tudom, egészen rejtett maradt maga a dolog. Még mindig nevezhető ilyen titkos valaminek. Vagy az is lehet, hogy mondjuk úgy kéne elrejtenem, hogy de mondjuk így berakok egy ilyet. És ide? Nem tudom. Ugye kidolgozzuk itt. Itt található a redstone e mögött. És hogyha oda berakok egy gombot, akkor az úgy fog beaktiválódni, hogyha így csinálom ezt meg. Nem tudom, hogy innen felülről el lehet egyáltalán ezt a gombot érni. Nem nagyon, de... Aha, viszont hogyha a padlóra laktam, akkor biztosan el lehetne érni, viszont akkor pedig így be kéne mellé vezetni a jelet. Így. Így már csak el lehet érni, mármint remélem. Mert ez tetszik nekem, ez a megoldás. Aha, csak erre rá kéne kötni egy komperátor Pulse Extendert, vagy... Hát igen, komperátorosat, már az egyetlen, amit ismerek. És ez így... Megmondom őszintén, el is van rejtve. De azért meg is lehet találni. Végülis nem akarom, hogy... Nem ez a célom nekem pontosan, hogy most itt annyira elrejtsem ezt, csak hát akartam egy kis extrát belevinni. Ne csak egy sima út legyen, hanem egy titkos ajtó sima út, vagy titkos lépcső sima út. Értitek? Na ezt figyeljétek, emberek, itt vagyok fent, megnyomom, lenyílik a lépcső, visszacsukódik, megnyomom minden lentről, és ugyanúgy, és amúgy teljesen rejtett a lépcső maga, a gombok annyira nem, de hát az belefér, szóval nem tudom, most van egy rejtett lépcsőm, fogalmam sincs, hogy ezzel most mire megyek, meg ilyenek, de hát nekem ez így tetszik, én ezt így meg akartam csinálni, és meg is csináltam. Oké. Most jön a kicsit nehezebb része a dolognak. Fogalmam nincs, hogy jutok fel erre a felső részre. Na jó, most jött meg a fogalmam, miközben beszéltem így random. Most jöttem rá, hogy fogom csinálni amúgy. Úgy lesz, hogy itt lesz erről egy ilyen felső, ugyanolyan függőhíd, mint az. És arra fogunk valahogy feljutni. És ezt megcsinálom a másik oldalon is ugyanígy. Jó, már megvan a fejemben a design aránylag, hogy lesz. Hát még nem teljesen, még majd kísérletezgetünk, de körülbelül megvan.
Na hát én azt hiszem, hogy befejeztem ezt az egészet. Kicsit sokat építgeztem itt, de hát végül is megérte, mert nagyon jól néz ki az egész terület. Szóval, most már van egy alsóbb ilyen hidunk, ami... Hát jó, most itt van a lépcső, de ez majd nem lesz itt. És itt is majd lesznek valahogy villager tárolóhelyek. Még nem tudom, hogy akarom, de majd megoldjuk valahogy. Nem tudom, hogy hogyan. És itt van egy ilyen kis csiga lépcső, így szépen így körbe. Hát elég érdekes módon tudtam csak megoldani, de szerintem tök jól néz ki. Itt van egy ilyen lelógó, ebbe egy lelógó rész itt fogja ezt tartani, vagy nem tudom. És hát itt van egy titkos gomb, ami lenyitja ide a lépcsőt. És hát innen lentről is van oda fentre egy titkos gomb. És ez pedig így már innen jön át. Szóval ez így nagyon jól néz ki. És már szinte készen is vagyunk, még annyit akarok megcsinálni, hogy így a oszlopoknak az alját meg akarom csinálni ezzel az előző részben alkalmazott dizájnnal. Ezzel a oszlop, vagy mi az ilyen kerítéseket rakok ide-oda. Így. És ezt megcsinálom szerintem így mindenhol. Jó, ezzel is készen lennék, ezt elég gyorsan intéztem. És hát akkor most hagyj utassam be nektek az egész utat. Szóval itt vagyunk szépen a... Hát az egyik központunkban ez így a... ládásra. Igen, ez egy ilyen központ tulajdonképpen. Nem a fő központ, de ez is egy központ tulajdonképpen. Itt van a jelzőfény középen, és eljövünk ebbe az irányba, ami amúgy a bejárat lenne ide, hogyha gyalog közlekednénk. Igen, szóval ez a gyalog irányzat, ez pedig ja, erről a folyosóról jön. Így erre eljön. És itt most már be tudunk jönni a Villager Trading területre. Egy ilyen gyönyörű szép út vezet el minket odáig, ami amúgy nekem nagyon-nagyon tetszik. Itt a lépcsőt ki tudjuk nyitni. Tovább ide fel tudunk jönni. És íme itt is vagyunk a villagereinknél, akikkel amúgy tudunk kereskedni. Hát ez még mindig maradt ilyen kis design, de most már amúgy át tudok oda ugrani, hogyha akarok. Szóval most már tulajdonképpen megközelíthető a hely. És ugye itt kijövünk ezen az úton, akkor pedig itt találjuk magunkat a aranyfarm mellett. Íme itt vagyunk a bejáratunk, a fő bejárat mellett. Ez lenne amúgy a fő bejárat. Soha nem használom, mert minek igazából, de... Igazából ez lenne az eleje így az épületnek, és igen. Ez lenne így mondjuk, amit most így ebben a részben csináltunk. Hát nem volt egy annyira tartalomdús rész, és eltartott sok ideig, mi megcsináltam. Szóval, ha szeretnétek még hasonló videókat látni, illetve hogyha tetszett ez a videó, akkor iratkozzatok fel, illetve lájkoljátok ezt a videót. Én Kaktusz voltam, hamarosan találkozunk a következő videóban, de addig is sziasztok!